Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet. A mai gameplayben a szerdai frissítést fogjuk megnézni, ami számomra elég érdekes, hiszen én nem számítottam, hogy ez lesz, mivel egy frissített kinézetet kaptunk méghozzá Arató megyén, és Eponát frissítették, az ilyen fákat, meg ilyen természeti jelenségeket, szóval ilyen épületeket nem, meg tükörmocsárt sem. De meg fogjuk nézni továbbá, a díjlovagló aréna visszatért, kivéve a küldetések. Szóval az ilyen, tényleg a díjlovagló aréna, meg egy bolt visszatért, szóval azt megnézzük. És addig el is indulok, szerintem először Jorvik lovardába, hogy ezt megnézzük. Továbbá változás van a Pinta erőt küldetésében, mivel Syndra átvette a napi verseny megrendezési jogát, vagy hogyan is kell ezt mondani. Szóval, ja, most már nem James-től fogjuk indítani a napi versenyt, ha megcsináltuk már a Peanut polgármesteres szindrás felit. Ja, nem. Nem, mostantól az van, hogy a Pinterőd napi versenyén akkor vehetsz csak részt, ha már befejezted a küldetéseket szindrával, meg Peanut polgármesterrel. Szóval, aki esetleg nem csinálta volna még meg, az mindenképp csinálja meg, hiszen 250 Jorvik Shilling? 250 XP-t nem érdemes elpazarolni ezért, mert nem csinálsz meg egy küldetést. Szóval, ja, ennyi. És jövő héten érkeznek az andalúz színek, szóval aki őket várta, az örülhetnek, és itt is lennénk a díjlovagló arénában. Hop. Amúgy én nem voltam. Uramisten, van ennek zenéje? Óvóv! Hú, de szép vagyok. Ja igen, direkt Far Cry-jal jöttem, hogy egy kis, mégis olyan díjlovas kinézetű lovat hozzak, mert most hát nézzétek meg. Ez milyen szép már. Ja, menő. Ó, viszont most már nem kell a hang. A boltot szeretném megnézni. Na, szóval igen, én tavaly nem csináltam meg ezeket a feliket. Azt hiszem. Szóval, ja, nekem ez most így nem új. Vagy na, ez most így új. De akkor szerintem ez a... Ó! Hát 165-ért nem veszem, bocsánat. Nem lehet egy kicsit közelebb menni, hanem... Ó, ez az alátét... Ez egész jó. Esküszöm, hogy közelebb kell mennem a képernyőhöz, hogy rendesen lássam a dolgokat. Nézzük, mik vannak itt. Amúgy ez egész tetszik, ez a kalap. Kesztyűt annyira nem veszek. Hát csizmát se kell annyira vennem, inkább nekem ez a kettő alátét, ez nagyon vonz. Ja, amúgy szeptember 11-ig van bent ez a nyílt napos dolog, szóval ne maradjatok le róla. Ez a kantár is tetszik. Uramisten, 2000! Ez az! Megveszem az összeset, ha van annyim. Ó, van! Ez az, még mennyi orvisingem van? Ó! Tudjátok, hogy én nagyon szeretem a kiegészítőket, és ha Jorvik Shillinger meg lehet venni, én megveszem. Bármilyen ronda is. És amúgy ezek egész tetszenek. Bár annyira nem hordok invédőt, mert sose tudom párosítani semmihez sem őket. De, ja! Legalább ez is megvan. 2000-ért, hoho, 2000-ért invédőt, hohohoho. Ó, minden milyen szépen fel van diszítve, de cukik. Na, és akkor, hogy Grindelt megnézzük, mert elvileg az lett nagyon-nagyon felújítva, azért elmegyek a Goldspur farmhoz, és meglátjuk, hogy mi lesz itt. Amúgy nekem a régi Grindel tetszett, de szerintem itt is a sok bokrot azt lejjebb vitték, mint Goldiba. De hát majd mindjárt kiderül. Mindjárt szépen lemegyek. Ja igen, látszik, hogy ezeket a köveket felújították.
A kerítést is, jaj. Igen, a fák, és akkor egy jó grindél. Ja, hát sokkal kevesebb lett a bokor, ezt gondoltam. Jaj! Ó, ez viszont tetszik. Most próbálom nagyjából a versenyen végig haladni, ahogyan szoktunk. De ezek a kis farönkök, ezek sokkal jobban tetszenek nekem így, hogy meg vannak csinálva. Ja! Jobban illik maga az erdő hangulatához, és ha, milyen jó ez a fénysugár! Nekem egész tetszik. Szerintem szép lett. Wow! Bár mondjuk ez a nyírfa, ez nem tudom mit keres itt, de hát végülis az erdőben nem csak egyfajta fa van. Szia, mókuska! Fú, gyerekek, nekem nagyon tetszik ez a grindél. Nagyon-nagyon, mi ez a sok mókus? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Szerintem eltalálták rendesen. Ó, valaki őslóval. És akkor nézzük meg, mondjuk menjünk el viharkertbe, mert Eponát is ugye felújították, szóval gyorsan átmegyek Eponába. De igazából nagyon sok helyre nem szeretnék el. Ó, ez nagyon-nagyon, opa, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Wow! Na szóval, nem is tudom, mit kezdtem el. Szóval, hogy mi itt beszélek? Nem sok helyre szeretnék elmenni, mivel legtöbb helyen ugye ugyanazokat hozták be. De, és a teheneket mikor fogják felújítani? Jó, mondjuk ezek eléggé fel vannak már újítva, mindegy. Ezek itt őrt állnak, hello! Ja igen, akkor viharkert tényleg. Nézzük meg. Meg majd az ilyen rétekre leszek kíváncsi. Na, viharkert, hello! Amúgy ezzel a karámmal nem akarnak valamit kezdeni, olyan szépen itt van, aztán így semmi. Na várjatok, most fel kell idéznem, hogy viharkert alapból hogyan nézett ki. Hagyjátok, ez igen, viharkert, jó. Annyit nem járok Eponába, meg igazából most se fogok, hogy felújították, de hol tudok bemenni? Oh, itt, oké. Okay. Na hát így néz ki, viharkert. Wow. Itt nem voltak ilyen kis narancsárgás részek benne? Vagy csak rosszul emlékszem? Na mindegy. Szerintem jól néz ki. Hopp. Tehát mondjuk a kapun. Jaj, emlékszem, amikor Eponát kellett megnyitni a hülye kódokkal, hogyan szenvedtem. Ez a bokor. Azta. Ez élethű eléggé. Ez tetszik nagyon. Bár én amúgy annyira nem voltam rászorulva erre az újításra. Micsoda mohás a fa. Wow! Adom. De viszont a mocsár ez nem lett felújítva, szóval innen új dombtetőre el teleportálok szerintem. Itt át tudok valahol menni? Gyerünk! Nem, oké. Okay. De én érzem, hogy át tudok menni. Akkor is érzem. Hopp. Oké. Okay. Jó. Megvan. Jaj, akkor itt már nem lettek felújítva ezek. De mégis. Jó, hát végülis ez félholt falu, na, jó. Na, akkor új dombtető. Hello guys. Hello. Na, akkor igen. Új dombtető lovarda, mehetünk. És nézzük meg, itt a körülötte lévő rétekre vagyok kíváncsi, hogy hogyan oldották meg. De amúgy, ja, eddig egész szép, nagyon tetszik. Wow. Bár mondjuk én az épületekre leszek kíváncsi, mert ugye írták, hogy egységesíteni akarják Jorvikot.
Szóval, ja, de nekem ezek a házak a kedvenceim a játékba, és bárcsak lehetne venni. Nagyon, nagyon szeretnék venni ilyen házat. Na de akkor meg is érkeztünk igazából. És akkor itt vannak ilyen napraforgók. De jól ábrázolták már, hogy össze-vissza van a fejük. Amúgy arra kíváncsi, az lenne a legmenőbb, ha tényleg nap felé fordulnának mindig, és így váltakoznának. Azt nagyon adnám. De itt valami... répa, nyomi. Valami kékszerűség is volt, nem? Ezek mik? Kukorica! Hát ez baromi jó! Jézusom, de jó! Vagy akkor hol voltak ilyen... Ja, a Pedok szigeten van ilyen kék dolog. Virág. Na, azokat, tényleg, azokat még megnézzük. Úramisten, mennyi növény lett itt hirtelen. Hú, amúgy nagyon régen voltam már itt tényleg, hogy végigjártam egész Eponát, vagy Arató megyét. Jó, Arató megyében most nem voltam, de Eponát mondjuk. Pedok szigetre kéne visszamennem. És szerintem azt most meg is csinálom, hogy Félholt faluból átmegyek Pedok szigetre. Amúgy annyira durva, hogy régen, amikor megnyitották Eponát, akkor milyen nagynak tűnt, most meg körülbelül fél másodperc alatt eljutottam Újdonpetőből Félholt falura. És így na, Pedok sziget. Jó, és akkor nézzük meg itt még a réteket, és szerintem ennyi lett volna a bemutatás, hiszen a fák nagyjából ugyanazok, meg azokat is megnéztem, és a véleményemet úgyis tudjátok már. Ó, igen, itt vannak. Na, viszont itt a régebbi virágok nekem jobban bejöttek, mert szerintem azok magasabbak voltak, és nem ilyen lilák, hanem kékesek voltak. De lehet, hogy amúgy ezt nem is újították föl, csak rosszul emlékszem. De szerintem más volt ez. De viszont ez is cuki. Itt is a napraforgók. Az új kerítés nagyon-nagyon jól néz ki. Jobban bekerítették ezt a részt. És még több állat lett. Na, adom. Na, itt Champnél, hát ez egy kicsit most meg fog változni, hogy akkor hogyan jövök. Mert általában ugye így keresztül szoktam menni itt. De hát... De mindegy. Majd egyszer úgyis el kell jönnöm Csempre és kipróbálni az új útvonalat. Mert Goldinál is, amikor felújították, egy kicsit át kellett szabni a dolgokat. De ja! Összességében szerintem nagyon-nagyon szép. A törött fogszigetet persze nem újították föl, mit? Na jól van, gyermekeim. Szerintem ennyit akartam így bemutatni, nagyjából. Ott egy csillag! Wow! Hello, csillag! Yay! Ja igen, még alig van meg pár csillagom. Szóval lehet, hogy ebből is lesz majd videó, de addig is! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a következő gameplayemben találkozunk, addig is. Sziasztok!